Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magas gondolatok sorozata. Azon belül is a Summer Vibe, a nyári feeling, a nyári rezgések sorozat. Úgyhogy egy korki kávé megívás után bele is csapunk. Köszönöm szépen a sok visszajelzést, amit kaptam tőletek. Látom, ez a Summer Vibe, nyári rezgések téma, ez nagyon szimpatikus. Mikor beszélünk erről, ha nem nyáron? Ugye felismerjük gyorsan két kérdés, hogy érezted-e már úgy, hogy a nyár tele van energiával, és nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle. Gondoltad-e már úgy, hogy ha bár nyár van, dacár ennek rengeteg mindent lehet csinálni. És bízom benne, hogy legalább egyikre igen a válasz, de szerintem mindkettőre. Ezzel én is így vagyok. Ugye múlt héten említettem, hogy annak idén pont nyáron indítottam egy később nagyon sikeressé kinövő networking vállalkozást, és nekem az a nyár mindig egy ilyen szívem csücske fog maradni pontosan ezért, mert teljesen emlékszem, hogy egy hasonlóan forró júliusi hónapban, az ott az első kvázi teljes hónap, ugye júliusi hónapban indultam, és hogy ez mennyire klassz élmény volt. Na, megjöttek az első feskék, jó reggelt, szia Nikó, szia Misi, jó reggelt. Na, vágjunk is bele. Nyom nekem légy szíves egy egyest, hogyha legalább egy részt láttál az előzőekből, jó? Kettőt, hogyha kettőt láttál, nyom egy hármast, hogyha most itt vagy, ez vicces volt, nyilván ez a harmadik rész. Ugye múltkor már beszéltünk arról, hogy a nyárnak milyen sajátossága, mert beszéltünk arról, hogy nyáron azért klassz dolgokat lehet csinálni, és már ígértem nektek egy kis gyakorlati tip csokrot, hogy hogyan lehet a nyarat még eredményesebbé tartani. Ez hasonlítani fog a múlt hét péntekihez, de azért lesz benne némi turpisság. Ugye beszéltünk arról múltkor, hogy tényleg használjuk a nyarat a feltöltődésre, a pihenésre. És ez volt a zárójel. Úgyhogy pici házi feladat. Légy szíves, írd le magadnak, hogy ma van ugye 20-a, nem 19-a, hónap van 20-a, tehát ha Magyarországon nézzük, akkor a magyarországi nyár egy hónapot plusz 10 napot tart. Ugye augusztus 20-a után már nem szokták nyárnak hívni, amúgy az különben, ismerem a magyar szokásokat. Tehát gyakorlatilag van egy másfél hónap a nyárból vissza. Nem húrni akarok, de hát ez nagy jóstat, nem kell lenni hozzá. Légy szíves, írd le magadnak, tehát házifat első pont, hogy mi az, amit a nyáron pihenésre, töltődésre szeretnél használni. Milyen ötletek, technikák, gyakorlatok vannak, mindjárt mondok egy pár tippet, hogy neked mi az, ami bevált. Én javaslom, hogyha tudsz, akkor menj ki a természetbe, tudom, hogy forróság van, oké, menj ki olyan időben, amikor nincs annyira meleg, de valahogy mozdulj ki a természetbe, tudsz. Nyilván nem csúcsidőben, nem amikor legjobban süt a nap, akár korábban reggel, akár este, vagy éjszaka, ahogy nem kell rendszeresen, nem kell sűrűn, csak egy kicsit a természet tudjon tölteni. Ilyenkor különböző az erdőben nagyon jó hűvös van, csak hogy szeretném mondani, hogy vagy a vízparton könnyebb kvázi elviselni a meleget. Jó, tehát kérlek, majd írd le magadnak ilyet, hogy mi az, amit szeretnél csinálni. Jó, tehát menj ki a természetre, kapcsolj egy kicsit. Ha nem tudod megoldani, akkor meg vegyél valami olyan gyakorlatot be a rutinodba, ami egy picit a természethez közelebb hoz. Ha tudsz, kvázi rendszeres szervezetés, tudom, hogy meleg van kint, de rendszeres szervezetés, légmozgás, virágok, zöldek, bármi, ami körülötted van, ami kicsit ezt a kapcsolódást tudja erősíteni. Még egyszer, a nyárban rengeteg energia van, nagyon jól lehet használni. Ha módod és lehetőséged van, végez külső tehát outdoor, mi ez, kívül szabadban végezhető sportokat, bocs, összejött. Tehát nyilván megfelelően a hőmérsékletnek, de csinálj valami ilyesmit, ha módod és lehetőséged van rá. Jó? Hogy kicsit ez a típusú dolog is tudjon működni, tehát valami töltés, relaxálás, bármi. Ha módod és lehetőséged van, utazz el. Jó, válts helyszínt. Ez mindig az egyes csoport. Válts helyszínt. Nézd meg valami olyan dolgot, amit eddig nem néztél még meg. Nem kell világra szóló utazást csinálni, nyilván nyugodtan. De nézd meg valami olyan dolgot, amit nem tettél meg eddig. Fedezz el új részeket. Magyarországon rengeteg szép hely van, és biztos vagy benne, hogy úgy, mint ahogy én sem, te sem láttad az összeset. Hát a nagyvilágban
meg még több szebb hely van, és biztos vagy benne, hogy úgy, mint én, te sem látod az összeset. Tehát módon és lehetőség, ahol utazz egy kicsit. Oké? Okay. Ez tervezve. Tehát, hogy a következő másfél hónapban milyen olyan új dolog van, milyen olyan felfedezni való van, illetve hogyan és miként akarsz töltődni. Micsoda kis könnyű feladat, ugye? Van még másfél hónap, ezt nagyon jól ki lehet használni. Nagyon jól lehet töltődni. Jó, tehát egyrészt nagyon tudom javasolni, hogy töltődj, fedezz új dolgokat, kapjál új információkat, benyomásokat. A másik, amit nagyon tudok javasolni, ezek a kapcsolatoknak, nézzük a kapcsolatcsoportot, jó? Új kapcsolatok. Nagyon-nagyon sok munkatársra konzultáltam már az elmúlt 25 év során, ugye networkingben ez a 26. nyaram, 26. gondoljatok bele, és hát mindenkitől érzett vissza, ahogy utazok, körülnézek, járom a világot, országot, amerre éppen vagyok, mindig találkozok új emberekkel. A nyár, én azt tudom mondani, hogy ez az ismerkedés évszaka. Rengeteg mindenkivel kapcsolatba lehet kerülni, nagyon értékes új kapcsolatot tudnak jönni, úgyhogy nyugodtan használd a nyarat az új kapcsolatok építésére is. Ha valahova utazol, nyaralsz, pihensz, ott egy csomó emberre fogsz találkozni, aki ugyanezt csinálja, és ilyenkor nyitottabbak az emberek. Én tényleg ezt látom. Több olyan, sőt, sok olyan kapcsolatom lett, ami kifejezetten nyári ismerkedésből lett, és hosszú távú üzleti baráti kapcsolat lett belőle. Apropó, nyomj egy hármas létszívest, hogyha egyetértesz velem abban, hogy érdemes elutazni, érdemes töltődni, érdemes új helyeket megismerni, mert tölti az ember. Nyomj egy hármas nekem, aztán nyomj egy négyest egyből, hogyha te is használd arra a nyarat, hogy új kapcsolatokat építs. Jó, tehát ez kifejezetten jó nyárra. Rengeteg ilyen sztorit hallottam, hogy színpadon, podcastben, videón, bárhol, hogy annak idején találkoztak utazás közben X és Y, és egy élete szóló barátság, kapcsolat, üzleti kapcsolat, bármi lett belőle. Rengeteg ilyen van. Jó? Tehát ez volt a második tip, az új kapcsolatok. Harmadik, a régi kapcsolatok felfrissítése. Nem tudom javasolni. Nyilván ilyenkor egy csomó ember nem elérhető, vagy csak időszakosan elérhető, vagy bármi, de nyugodtan vegyél elő régi kapcsolatokat, és kicsit frissíts fel őket. Nagyon-nagyon jól tud működni. Jó? Nyom nekem egy ötöst, hogyha van olyan kapcsolatod, ismerősöd, aki már előtte is nyilván az volt, és valami pont nyáron kezdtétek az egészet felfrissíteni, elmentetek valahol, ittatok egy finom limonádét, egy jó jeges kávét, ültetek valahol, hűsöltetek, majd napoztatok, és felelevenítettétek a régi dolgokat, régi kapcsolatokat, és ebből elindult valami új dolog. Na, ott az ötös. A nyár kiválóan alkalmas erre. Nekem is van egy jó pár ilyen fizikálisan kedvenc helyem, ahol a nyári melegben, nyári időszakban nagyon meg lehet szervezni mondjuk egy fizikális találkozót, és egy finom limonádét iszogatva csak úgy beszélgetni. Ugyanez a gyakorlat természetesen virtuálisan is igaz. Ilyenkor sok ismerősömmel leegyeztetünk egy ilyen közös kávézást, azaz év bármely szokában lehet virtuálisan kávézni, de ilyenkor ilyen kicsit olyan lazábban, és pont így működik. Látom, hogy tenna pont ez történt, szuper. Jó, nagyon tudom javasolni. Jó, tehát hogy beszéltünk arról, hogy utazz el, töltődj fel, kapcsolódj a természettel, használd a töltődést. A második az új kapcsolatok építése volt. A harmadik pedig a régi kapcsolatok felelevenítése. Jó, és akkor egy plusz bónusz, erről múltkor már beszéltünk, ez pedig nem más, mint hogy tanulj valami új dolgot. Vegyél vele valami olyan dolgot elő, amit esetleg régóta nézegetsz. Nem kell ezt teljes mélységében megtanulni, nem kell mindent tudni róla, csak egyszerűen tanulj valami új dolgot. Nézd bele, kezd el csinálni napi pár percben, használd ezt a töltődős erőt erre. Nagyon jól tud működni. És mellesleg egy jó felkészülés az őszi időszakra. Ó, Misi, igen, tudom, te hangos könyvtárazol most. Igen, akkor nagyon klassz dolgokat meg lehet tanulni. Jó, nekem egy hatost, ha valahol történt már az elet, hogy pont nyáron kezdtél el tanulni valamit, ami később nagyon jól jött, de már nyáron is jó volt, mert felfrissültél tőle agyilag,
új impulzusok jöttek, és teljesen jól működött. Még 6-os és 8-os közben. Én is egy pár dolgot most tanulok párhuzamosan, és kifejezetten jót tesz. Jó? Tehát lehet használni a nyár erejét hozzá. Még egyszer, nem kell mindent most nyáron megoldani. Ezekben jó apróval. Jó? Tehát egyes házi feladat az volt, hogy írd le magadnak, hogy mi az, amit tudsz pihenésre, töltődésre használni. A második, mi az, amit még ebben a másfél hónapban kipróbálnál, megtanulnál, elkezdenél megtanulni, elsajátítani, elkezdenél gyakorolni, mi lenne az? Jó? Még messze van az ősz, és nem beszélünk őszi felkészülésről, de ez mind az őszi felkészülésnek a része. Hiszen, amikor az ember tudott töltödni nyáron, tudott új dolgokat tanulni, kapcsolatokat felfrissíteni, új kapcsolatot képíteni, amikor jön az őszi szezon, ami az év egyik legerősebb időszaka, körülbelül ugyanolyan erős, mint a tavasz, nyilván más miatt, de körülbelül ugyan erős, a nyári feltöltődést, energiát, impulzusokat, vibe-okat nagyon jól lehet használni. Jó? Tehát írd le magadnak, hogy merre mennie töltődni, hogyan akarsz kapcsolni a természete, hogyan akarsz mozogni, töltödni, tehát hogy fizikáshoz, szellemileg, mentálisan hogyan töltöd fel magad, illetve második, hogy mi az a dolog, amit kipróbálsz, megtanulsz, elkezdesz megtanulni a nyár hátlevő részébe. Az is lehet, hogy előveszel egy olyan régi képzési anyagot, amit régebben tanultál, de most már régóta nem használtad, és feleleveníted az egészet. Vagy nézed, hogy a mostani életedben hogy tudod használni. Jó? Jó, még egy hetest, ha azt mondod, hogy oké, Zsolti, benne vagyok. És amikor egy hetes, mert benne vagyok. Na, látom, jönnek a hetesek, szuper. Hát ez volt a három részes nyári sorozat. Úgyhogy jövő héten még csinálunk egy gyors összefoglalót, amikor ebből csinálunk egy kis zanzát, idézelbe zanzát, mert lehet, hogy valaki csak azt az összefoglalót fogja látni, és utána hozok egy nagyon izgalmas új kis minisorozatot, ugye ez már augusztusban lesz, jövő héten pedig a júliusi utolsó pénteki záróval egy összefoglaljuk ezt az egész ilyen nyári rezgés, nyári feelinget. Úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok ma reggel, és nagyon szép hétvégét kívánok, és a nyár ereje, a nyár rezgése, a summer vibe legyen velünk. Sziasztok!